Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Heti TV Heti Jazz című műsora. Vendégem Ávéd János, szaxofonos, zeneszerző, zenetanár, hangszerelő, a világszínvonalú magyar jazz zenész társadalom egyik prominens képviselője. Szia János, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a nézőket. Az mit jelent, hogy stílusfüggetlen zenei nyelv kialakításán dolgozol most már? Ha nem is hosszú évek óta, de mostanság. Ha jól mondom, remélem. Igen. Hát ez egy megfogalmazás. Én azt hiszem, hogy aki jazzzenész, az mind valami olyasmit keres, hogy a világ zenéjéből valamit magába beszippant, és felhasználja a zenei adottságait, képzettségét, a készségeit, tehetségét, és tulajdonképpen magán át engedi ezeket a zenéket, és utána kijön valami. Uh-huh. Ha azt nézem, a stílusfüggetlenség nekem azt jelenti, hogy nem igyekszem semmelyik stílusnak a vonalába beállni. Természetesen azért ez, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember nyilván egy széles palettát próbál hallgatni, de akkor nem is jut olyan mélyre, mint amikor valaki egy stílusban, egy stílusra felteszi az egész életét, és azzal nagyon mélyre ás. Értem, de te rengetegféle fajta zenét játszol, fiatal korod ellenére. Azt hiszem a népzene is egy kicsit megérintett, és hát a jazznek inkább minden... így nevezném, azért nem merném azt mondani, hogy én népzenét játszom, mert inkább azt mondom, hogy nagyon megérintett, ahogyan a népzenét játszák, és szeretek népzenei környezetben improvizálni. De azért, akik ebbe igazán mélyen benne vannak, hát az gyűjtenek. Egy nagyon más műfaj, hát és egy más... Azt mondom, hogy mélyebben járnak. Zenei nyelv, de játszol big bandet, játszol saját zenét, ahol szabad zenét, ha jól tudom, ha jól mondom, mainstreamben sem, hogy mondják ezt? Szűkölködöm. Nagyon szeretek jazz standardeket is játszani. És tulajdonképpen visszatérve az előző gondolatra, hát tulajdonképpen amikor tanul az ember, vagy tanulsz, akkor rengetegféle fajta zenét az elődöktől meg kell tanulni. Nehogy Isten, szólókat le kell írni, elemezni kell, nem így van? Így van, tehát így tanuljuk a jazz, hogy konkrét példák alapján. Nyilván lehet megtanulni az elméletet, meg a szabályokat. De meg is kell. Igen, de tulajdonképpen tehát azt érzem, hogy ezek mind csak ahhoz segítenek hozzá, hogy az ember a példáit rendszerezni tudja a fejében. Mert mindig így történik a tanulás. Fú, ilyet akarok én is, így szeretnék játszani, meg így is. És az elmélet meg arra szolgál, hogy ezeket én megpróbálom megérteni, hogy ez mitől működik. De hát természetesen Charlie Parker egyetlen egy ember volt, aki Charlie Parker, és John Coltrane is egyetlen ember volt, és nekünk azt kell megtalálnunk, hogy a gyönyörű szép példákon keresztül mi hogyan tudjuk a tőlünk telhető legjobb minőséget, a legjobbat nyújtani, a legtöbbet adni. Ez érdekes, ugye a 60-as években működtek a Parker még előtte egy kicsivel előbb, hogy ilyen újítók már nem nagyon vannak, nem tudom, ez lehet, hogy én gondolom csak így, de egy pár ilyen, a Davis ugye, meg volt egy pár olyan, aki megújította, vagy új medelbe terelte a jazzt, vagy újat hozott nagyon. Van ilyen most? Én azt gondolom, hogy az újítás az mindig, tehát ez mindig minden művészeti ágra igaz, hogy az újítók mindig évtizedekkel később derülnek egy másik szemszögből egy bizonyos korszakba. Jó tehát, gondolat. Tehát én azt gondolom, hogy a Coltrane a saját maga idejében nem volt, nagyon, nagyon híres volt, és a Miles Davis zenekar miatt ő egy nagyon vezető szaxofonos volt már akkor is, de azt gondolom, hogy például a modális korszakának a Interstellar Space, ezek a úgymond free vagy avantgárdabb zenéit például nem biztos, hogy annyira értették akkor. Mielőtt még elmennénk Coltrane tanulmányozásába, neked, hogyha azt mondják, hogy free jazz, free zene,
az mit jelent? Mert nagyon sokan nem tudják ezt értelmezni. Nem akartam ezt így feltenni, de hát adódik a beszélgetésből, hogy megkérdezném tőled, hogy neked, mint egy fiatal, kiváló szaxofonosnak, és aki újító is egy picit, meg keresi az utakat, hogy mit jelent az, hogy free jazz, free zene? Szerintem ez picit összefügg ezzel a stílusfüggetlen zenei nyelvvel. Tehát, hogy a free zenében minden, amit megtanultunk, de szerintem amúgy az improvizációban mindig így történik, hogy amit megtanulunk, az a tudatalattinkba kerül, és egy bizonyos zenei helyzetben én hozok egy zenei döntést, tartok egy szünetet, vagy játszom egy hangot, ami ösztönösen jön. És a free teszi azt lehetővé, hogy ez tulajdonképpen a legszélesebb skálán lehessen reagálni. Míg mondjuk egy mainstream jazz helyzetben, mondjuk egy jam sessionön, itt megvannak a korlátai. Ennek. Szerintem a free-be vagy a szabad zene lehet ugyanaz a kettő, csak hát magyarul mondjuk, ott is vannak azért pici keretek, nem? Tehát természetesen. Van vége, eleje, valami fogózkodási pontok, vagy tehát, ilyenek. Hogy vannak formai, de inkább azt mondom, hogy a formai szempontból sokkal tágabb határok vannak, míg mondjuk egy jazz környezetben, vagy egy mainstream környezetben, amit szintén nagyon kedvelek, hogy ne érts vele, hogy ott azért aránylag egyszerűbb ez a formai téma, kidolgozás és téma. Tehát azért nagyrészt ezt a formát követik a jazz zenészek, meg a jazz műfaj, és szerintem a szabad zenében itt ebben sokkal a szabad zenében nagyobb hagyománya van annak, hogy ezt a formát kicsit másmilyen állapotba helyezzük, vagy másmilyen formát játszunk. Jó, van, kicsit visszakanyarodunk Ávéd Jánoshoz, és most meghallgatunk, mert azért végül is ez egy kicsit zenei műsor is, vagy nagyon, vagy félig. Most jön egy nagyon sajátos klip tőled, nincs is címe, ugye, ha jól tudom. Igen, ez egy szabad zene, és a Kelenföldi Hőerőműben készült. És nagyon szép, és nagyon jól szól, és a partneret Fenyvesi Márton, nem a partneret, hanem a technikus, de hogy mondják ezt, soundman, igen, ugye, a Marci. Igen, és az rendező pedig Gábor András. Gábor András, ő az operatőr is. Rendező operatőr is, és volt olyan kedves, ő adta nekem ezt a lehetőséget, hogy ezt a videót elkészíthessük. És a helyszín pedig az én ötletem volt, hogy a Kelenföldi Hőerőműbe készüljön el, és ez a három felvett improvizációból a harmadik lett a legjobb. Ez ő ezt választotta, amire ő utána a vágást meg a képeket összehozta, úgyhogy... Jó, ezt most meghallgatjuk, jó? És aztán utána majd még megkérdezek. Ávéd János duó? Gábor András és Ávéd János duó, és Fenyvesi Márton pedig a hang elkészítésében. Azt hittem, mert hát egy kiváló gitáros fogva szó. Így van, őről fogunk még beszélni. Úgy van. Az zenekaraim kapcsolatban. Akkor hallgassuk meg ezt. Thank you.
Annak van jelentősége, hogy ezen a helyszínen forgattátok ezt a klippet? Talán azért kötődöm hozzá, mert volt egyszer egy vezetett séta alkalmával, kértek föl arra, hogy itt játszak egy rövid koncertet, és annyira megtetszett az akusztika is, meg az egész helynek a hangulata, hogy ahogy Gábor András felajánlott ezt a lehetőséget, hogy elkészítsük ezt a gyönyörű videót, akkor rögtön tudtam, hogy mi legyen a helyszín, akkor kelenföldi hőerőmű. Miért pont szaxofon? És egy picit beszélj, légy szíves, a kezdetektől, miért jazz, miért zene, hogy kezdted a zenei tanulmányaidat, ugye délalföldi vagy, mint Szenti, ha jól tudom. Igen. Most már város, itt beszélgettük, de... Így van. Ott egy tiszaparti kisváros van nálunk, Kompis, aki Ópusztaszeren jár, az nagyon közel van Mindszenthez, úgyhogy nagyon szép, és ajánlom mindenkinek, hogy a kompot próbálja jó. Ki. Amikor ott jártam zeneiskolába, Mindszenti alapfokú zeneiskolába jártam, Krupicer Feri bácsihoz jelentkeztem, de annak is van előzménye. Mégpedig 5.-6. koromban már jártunk társas táncra, és ott lehetett rock and roll táncot tanulni, és ezzel együtt a zene is elkezdett izgatni, ez a rock and roll zene, és akkor hallgattam a Hungáriát, meg a Grease című musicalnek volt egy kazettája. És akkor azt nagyon szerettem hallgatni, és akkor láttam, hogy lesz zeneiskola Mindszenten, és akkor ott voltak, hogy milyen hangszert lehet tanulni, és akkor szaxofon. Fú, hát hogy az akkor lehet akkor tanulni, és az van a rock and rollban is van szaxofon, akkor én azt akarok tanulni. Persze rögtön nem volt szaxofon, meg is haragudtam, hogy itt szoprán furujával kell bohóckodni, úgyhogy már el is döntöttem, hogy na, hogyha jövő hónapban nem lesz szaxofon, akkor én abba hagyom ezt az egészet, mert ez a furujázás, ez nekem nem tetszik, és akkor lett egy Timisoara típusú román... Temesvár. Igen, egy Temesvár, hát ez a típus. Igen. És akkor egy ilyen gyönyörű szép alt szaxofonnal én elkezdtem a Krupicer Feri bácsinál tanulni szaxofont. És a jazz? A jazz... Ez különben, bocsánat, mielőtt elkezded, ez nagyon érdekes, mert nagyon sok vendégem volt már itt, és általában vannak olyan kérdések, amiket fel kell tenni. És ezt felteszem, és nagyon érdekes dolgok, hogy mik voltak azok az első lépések, vagy az első benyomások, hogy az delikvens, illetve a kollega, a zenész, miért azt a hangszert, miért a jazzt, és ez nagyon, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, tehát te jössz. Igen. A Mindszenti zeneiskolában rengeteg olyan tanár volt, akik könnyű zenét is játszottak, vendéglátót, és tulajdonképpen ilyen jazzesebb, funkosabb műfajt is játszottak, például Kaszás László, aki azóta zeneiskolát is vezet Sándorfalván egyébként. Ő basszusgitáros, és ő nagyon sokat tett értem, úgymond. Ő az, aki invitált a zenekarában, minor együttesben, például a gimnáziumi éveimet tulajdonképpen a minor együttesben töltöttem, és játszottunk bálakon, játszottunk esküvőkön, rengeteg lehetőséget kaptam tőlük, hogy zenélhessünk. De említhetném Aranytóth Attilát is, aki szintén ő több hangszeren is játszik,
ez Hódmezővásárhely már, ahol a gimnáziumi éveimet töltöttem, a Bethlen Gábor református gimnáziumban. Hát nagyon sok jó jazzzenész került el, vagy származik, vagy hogy mondják igen, ezt. Igen, így van. És így van. Mi volt az a, volt-e olyan az életedben, hogy na ez a felvétel, ez megfogott volt. És inspirált az, hogy most errefele ezt a műfajt válasszam? Volt egy Murányi Ákos nevű szaxofonos, volt az első olyan szaxofonos, aki tényleg csak szaxofonnal foglalkozik. Almási Attit egyébként nagyon jól szaxofonozik, és ő volt az első. A Pozanosról beszélt? A, igen. Ő volt az első, akit baritonon hallottam játszani, és hát teljesen el voltam tőle varázsolva. Úgyhogy az Ati volt az első szaxofonos élményem, aki tényleg szaxofonos, de hát ő Pozanos, igen, azért, igen. Ő neki a fő hangszerez. Illetve nem is Murányi, akármilyen. Nem is akármilyen. És a Murányi Ákos, akit említettem már, ő volt az első olyan, aki mutatott is felvételeket. Volt egy kazettája, amin megmutatta nekem a Charlie Parkert. Uh-huh. És volt egy egészen konkrét lemez, ez a Charlie Parker Jam Session Norman Granz által életre hívott Verve lemez, ez egy ilyen rajzolt borító. És rengetegen játszanak rajta, az Oscar Peterson, a Rain Brown, J.C. Hurd, Johnny Hodges, Ben Webster, Barney Kessel, Charlie Shavers. Elég jó nevek. Úgyhogy egy igaz, tehát hogy ott az egy gyönyörű keresztmetszet volt nekem, és ott főleg a ballada, van egy ballada egyveleg, és úgy játsszák, hogy nincs téma. Uh-huh. És mindenki egy standardet játszik, de nincs csak improvizáció. És a Barney Kessel kezdi az All the Things You Are-ra. Te is azt akarom megkérdezni, vagy szeretném megkérdezni, hogy az mit jelent, hogy meghallgattak a jazz tanszakon? Az azt jelenti, hogy akkoriban volt a televízióban egy olyan hangszál című zenei vetélkedő, amit a Szikora Róbert vezetett, és a Stúdió 11 játszott, és azt nekem nagyon tetszett, hogy lehet hallani, és ott láttam a Csepregi Gyuszit, ő volt a szaxofonos a tévéből. Mm-hmm. Igen, igen. És az én nagybátyám, ő a televízióban operatőr, több tíz éve, nagyon, nem is tudom hány éve, lehet, hogy lassan 40. És ő készítette ezt a műsort akkoriban, és akkor ő mondta, hogy hát, hogy ő ismeri a Csepregit, és hogy akkor, hogy ő lehet, hogy meg tudná szerezni az elérhetőségét. És akkor én, hát akkor nem is, tehát nem is szándékoztam akkor zenei pályára menni, élveztem, hogy a gimnáziumban zenéltek, de hogy úgy nem fogalmazódott meg bennem ez. És akkor hát, úgy, meghallgatás, hát milyen? Hát próbáljuk meg, hogy milyen. És akkor Feri bácsival, Krupicer Feri bácsival följöttünk Budapestre autóval, és akkor engem meghallgattak ott az Addi Művelődési Központban, Siliga Miklós és a Csepregi Gyula, és hát akkor játszottam ott egy blues-t, meg, és akkor kérdezték, hogy hány ütemes a blues, és akkor mondtam, hogy 10. De hát mi, nem persze, jó, persze, persze, persze jó. Különben nevezni fogsz, van 10 ütemes blues, a nagy ős blues, ami még ilyen, igen, tudod, a gyapott földeken. Igen. De mindegy, ez arhaikus. Arhaikus. Igen. Igen, szóval, hogy nem tudtam elméletből semmit, de hozzá kell tegyem, és még egy nevet meg kell, hogy említsek Mincentről, akit nem mondtam, Bencsik Attila volt az, aki tulajdonképpen már, amikor engem beszippantott a Charlie Parker, akkor már összejárhattam vele próbálni zongora, szaxofon, duóba, és ő már tanított nekem akkordokat, igen, igen. Hogy mit jelent az ámol hét, meg ilyesmi. Szóval és mit jelent? Jó van, nem hiszem, hogy ez annyira izgatná a nézőket, de... Kicsit ugrunk idébe, jó? Jó. Mert véges, hosszú a műsoridőnk, de véges, hogy nagyon sokféle fajta produkcióban játszol, de azért minden zenésznek van az életében egy-két olyan zenekar, ami úgy mondja fő
talán a bevételi forrás is, meg a szakmailag is, meg elkötelezettség szempontjából. Neked ilyen a Modern Art Orchestra, jól így mondom? Van, így van, így van. Mikor kerültél oda? 2008-ban kerültem oda, ha jól emlékszem. Akkor nem. Nem tudom pontosan dátum szerint, de már még jazz tanszakos voltam, amikor vagy jazz tanszak végén, már se tudom pontosan, arra emlékszem, hogy január 1-én hívott föl a Kornél, hogy a Zsári Tomi kilép az együttesből, és hogy vállalnám el az első tenor posztot, és mondtam, hogy hát fantasztikus, nagy örömmel. És akkor jó, hogy akkor ezt ő most igenek veszi, és hogy akkor kellene ezek a próbák, és hogy jövő héten lemezfelvétel van. És akkor az egy nagy feladat volt nekem akkor, de nagyon sokat segített a Mester Dani, meg a Bacsó Kristóf, aki különben aki a modern kollégáim voltak. Igen, a Modern Art Orchestra az egy nagyon modern, és ugye a nevében is benne van, és nagyon... Ezt jól gondolom, hogy nyilván nem a hagyományos big band repertoárt játsszák, hanem rengeteg kortárs jazz, kortárs, ha van olyan kortárs klasszikus, kortárs komoly zenét, vagy hogy mondják ezt, tehát mindenféle fajta olyat. Ez újítónak számít a világ big bandek életében, vagy ez egyedi? A Modern Art Orchestra fő profilja ez a magyar kortárs szerzők műveinek az interpretálása. Beleszlófáltam. Így van, így van. Ez a fővonal. De például jazz történeti sorozatunk is van, ahol a klasszikus, úgymond a big band hagyományait műsorra tűzzük. Erre, tehát mint ahogy a jazz tanulásban is, szerintem nagyon fontos tisztában lenni ahhoz a hagyományokkal, hogy az ember keresse az új utakat, mert a kettő együtt, egymást karöltve működik. A nézőinknek elmondva ez egy világszínvonalú big band, és a legjobb big band talán a Magyarországon. Sokan vannak, meg nem is, de professzionális big band azt hiszem nem sok van Magyarországon. Most nem csak feltétlenül a szakmaiságra gondoltam, hanem a szervezésileg, a menedzsment, stb. Igen. Hát a Budapest Jazz Orchestra van, illetve a Studio 11, akikről én így professzionális szinten ismerek, de rengeteg big band találkozott hallani. Azért mondtam, hogy van is, meg igen. És hoztam is ajándékot. Igen. Akkor innen, ettől a zenekartól, a Modern Art Orchestrától meghallgatunk egy felvételt, a Kurt Elling-el, az amerikai világhírű jazz énekessel. Hát egy Grammy díjas, igen. Igen, ez egy műpabeli koncert volt, ugye? Igen, és az volt az érdekessége ennek a koncertnek. Az egy sztorit elmesélek ezzel kapcsolatban, hogy azért Kurt Elling a ma élő jazz éneklésnek a legnagyobb. Úgy kell érteni, hogy Kurt Elling? Kurt Elling, igen. Kurt Elling, németesen. Igen. És én azt gondoltam, hogy ő majd egy ilyen vörös szőnyegen behozzák valami, nem tudom milyen járművön. És ötten rendezgettem a kottákat, és egyszer csak így megjelenik ott egy ilyen alacsony ember, hogy Hi, I'm Kurt. És mindenki ez oda ment bemutatkozni. Szóval, hogy ez nem, azt gondolom, hogy ez tipikusan az a téma, amit nem lenne neki kötelező. És mégis megtette. És rögtön alakult egy olyan viszony, nyilván nem egy ligába focizunk a világ szempontjából. De szerintem nem lényeges. Abban a pillanatban, amikor elindul így a zene. Van, de amikor kiállunk a színpadra, akkor együtt játszunk. Ez nagyon fontos gesztus, és ez szerintem nagy hibája. Amikor mindig valamilyen vendég játszik egy magyar zenekarral, egy amerikai vendég, és ez probléma is, hogy nem mindig alakul ki a párbeszéd. Nem mindig alakul ki együttműködés. Az történik, hogy jön az amerikai zenész, bejönnek a nézők, mert ugye ők az amerikai zenészt akarják látni, és tulajdonképpen nem történik mély kapcsolódás, mert az amerikai zenész jön a pénzért,
a magyar zenész megörül neki. De lehet, hogy csak egy gesztus a magyarok részéről, és már megoldódik valami. Ez nem tudom, ez már talán pszichológiai kérdés, vagy nem is tudom, viselkedés. De hogy ezt gondolom erről, hogy ő megtette ezt a gesztust, és tulajdonképpen vezette az egész produkciót, ami szerintem ritka. Meg látom, hogy végig hallgatta és élvezte a szólódat, és utána tudta a nevedet, ez jó volt. Igen. Akkor most ezt meghallgatjuk. Jó. A szám címe Step In Out.
child, and in a yellow taxi turned to me and smiled. We'll be there in just a while. Take the music on the egy ilyen nagyszerű Big Band-ra játszani, az jó iskola? Vagy jó, nyilván pénzt keresel vele, színpad van, jó emberekkel játszol, világsztárokkal, de más feladat, mint amikor úgy nézel rám, hülyeséget kérdeztem? Nem, igazából valahogy ez a... Szóval, hogy vagy ide már úgy kerülsz be, hogy... Hogy ez a pénzkereset, hogy ez annyira távol esik attól, amit a Big Bandben érzek. Tehát, hogy az szinte a legutolsó ebben az egészben. Hát ebből élsz, ezért van, tanultál. Nyilván, ha az ember felmegy a színpadra és fellép oda, akkor már nem azt gondolja, hogy mennyit kap, meg utalnak, meg stb. Lehet, hogy rossz volt a megfogalmazás. Nem, hogy hirtelen úgy nem illet bele a képbe. De hogy, szóval, hogy... Én nem is tudom megmondani, hogy mennyi mindent tanulok itt most is. Tehát, hogy mindig van egy olyan rész, hát nem kell ugye méltatnom a kollégáim felkészültségét. Igen. Fekete Kovács Kornél a vezető, Bacsó Kristóf, a szekcióvezető, akitről tudjuk, hogy Subic Gábor, Korb Attila, és még... Világszínvonalú szólisták. Cseke Gábor. Hát. Szóval... És elmondhatnám most az egész zenekart, tényleg olyan Barbinek Gábor. Jó. El kéne mondanom nem kell, mindenkit. Nem kell most elmondani, tudjuk, hogy miről van szó. Nagyon sokféle fajta egyéb zenekarod van. Párat mondjál, ami ugye a szívedhez közel áll meg, ami úgy működik is. Nagyon szívesen említem a kvártettemet. Sárvári Kovács Zsolt dobol benne, Horváth Balázs nagy bőgőzik, és Fasang László Hammond orgonán, illetve zongorán játszik benne. Ez nagyon izgalmas volt nekem, amikor a Lacival elkezdtünk próbálni, meg gyakorolni. Ugye tudhatjuk róla, hogy ő a Párizsi Konzervatoárnak a billentyű improvizáció tanára, tehát ő úgy tud egy kicsit az improvizációról. Ráadásul engem nagyon érdekelt az, ugye én a klasszikus zenét nagyon sokat hallgatom, és nagyon sok inspirációt szerzek belőle, és engem mindig is érdekelt az, hogy ugye tudjuk, hogy a barokk korszakban nagyon sokan, illetve hát a zenészek ugyanúgy improvizáltak, mint most a jazz zenészek. És az orgonisták azok, akiknél ez nem halt ki. Tehát ők a dinoszauruszok, úgymond idézőjelbe, akik nem haltak ki, mert ő náluk tulajdonképpen
a barokkortól, meg hát a kezdetektől fogva megvan ez a fajta készség. És engem érdekelt, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik, és hogyan működik ma egy orgonista, és hát a Laci a legjobb példa ebből a szempontból. Summa summarum, rengeteg formációd van, és ezeket mind te találod ki, vagy hívnak is, vagy hogy van ez? A saját nevemet viselő formációk, azokat én találom ki, és a zenét is én állítom össze. És te is menedzseled? Hát, kénytelen vagyok, igen. Majd erről később beszélünk. Kedves nézőink, Ávéd János a vendégem, és a utolsó szám, mi lekonferálom a műsort, egy Balance nevezetű zenekarról szól, ahol Fenyvesi Márton gitározik, és Benko Ákos dobol. Így van. Jól mondtam? Így van. És Ávéd János szaxofonozik. Így van. Erről pár mondatot, és akkor ez fel. Ők azok a zenésztársak, akiknél azt gondolom, hogy olyan emberi háttér is van, tehát hogy olyan kapcsolatban állunk egymással, olyan barátság köt össze bennünket. Ami nem mellékes. Ami nem mellékes, de hogy ővelük a legszorosabb a kapcsolatom szakmai téren is, és barátság terén is, és ezért, és azt gondolom, hogy ez emiatt is működik úgy. Ez a fajta együttzenélés, együtt improvizálás. Bocsánat. Mielőtt meghallgatnánk, mi ennek a 21 perces darabnak a címe, amit nem fogunk sajnos teljes egészében lejátszani? A Balance formációmról el kell, hogy mondjam azt, hogy itt nincs meghatározott számlista sosem, hanem számok halmaza van, és a forma az a színpadon születik meg. Tehát a témákat összepróbáljuk, de az, hogy ezek a témák milyen formában fognak megszólalni, ezek nincsenek. Tehát ez a példa a stílus független zenélés. Például ez. Egyébként ebben a 21 percben, amit most nem fogunk végighallgatni, de egyébként a YouTube-on megvan. A Hadd menjek Istenem mindig feléd című éneket, evangélikus éneket játsszuk és improvizálunk rá, illetve van egy offset nevű kompozícióm, illetve egy kóringyáló című kompozíció, és ezt a három szerzeményt gyúrtuk egy zenei folyamattal. Elindítjuk, mert nem jut majd időre, akkor jöjjön. Mm-hmm.
Önök a Heti TV, Heti Jazz című műsorát hallották, vendégem Ávéd János, szaxofonos. Ez volt az első rész, jövő héten folytatjuk.